25 évvel ezelőtt, 1997. január 9-én alakult meg a Nagy Családosok Tolnai Egyesülete, azzal a céllal, hogy a népesebb családban élő gyerekek és szülők érdekeit képviseljék, illetve hogy a szabadidő hasznos eltöltésére programokat szervezzenek. Baksainék Kenessei Éva 23 évig töltötte be az elnöki posztot az Egyesületben. Mindenki tudja, hogyha valaki egy közösséghez tartozik, bármilyen gondja, baja vagy van, vagy segítségre szorul, sokkal hatékonyabb, a segítség az, hogyha tehát egy közösségként tudunk fellépni. Legyen az, az iskolakezdéstől kezdve, vagy akár a saját, vagy a város segítése, tehát az Egyesülettel mondjuk a szemétszedésben. Tehát egész másképp mutat az, hogyha elmegyünk egy 10-20 család mondjuk ö, szemetet szedni, mint hogyha ketten, három, holott ugyanúgy nagy családosok. És figyeljük a, a különböző jogszabályokat, paragrafusokat, különböző lehetőségek vannak, például a családi adókedvezményről annak idején. Tartottak nekünk előadást, vagy utazási kedvezményeket, vagy, vagy a családi autóvásárlást. Tehát ezeket nyomon tudjuk követni, tudunk egymásnak segíteni, sőt, hogyha valakinek valami jó ötlete van, akkor azt is elmondja, és ez így sokkal könnyebb, mint hogyha külön-külön családonként lennénk csak. Az egykori vezető örömmel emlékszik vissza az elmúlt több mint két évtizedre szinte hihetetlen, hogy az akkor még babakocsiban ülő gyerekek már egyetemisták, sőt anyukák is vannak köztük, tehát például Két évvel ezelőtt volt elnökváltás nálunk, és aminek én nagyon-nagyon örülök, hogy sikerült átadni a stafétabotot fiataloknak. Például Judith is még kisgyerekként, úgymond, szülei által kapcsolódott be a családos egyesületbe, és ma már tehát felnőtt odáig, hogy ő vezeti az egyesületet. Nagyon szép emlékeink vannak, és azt tudom mondani, mert most úgy többekkel beszélgettünk, kicsit visszatekintettünk, hogy mindenki azt mondja, hogy, hogy jó, volt, meg jó most is közénk tartozni. Egy 6-7 család még mindig van azok közül, tehát akik alapító tagok voltak, akik a mai napig is, tehát 25 éve az Egyesület tagja. Most nyilván, hogyha nem éreznék jól magukat köztünk, vagy nem tetszenének a programok, akkor ez nem így lenne. És azt is el tudom mondani, hogy tehát nem csak nagy családosok, tehát három vagy több gyermeket nevelők tartoznak körünk, hanem vannak elég sokan úgynevezett pártoló tagok, ami azt jelenti, hogy teljesen egyetértenek a célkitűzéseinkkel, szeretnek velünk lenni, szeretnek közénk tartozni, szeretnek kirándulni, jönni velünk, és sokan vannak olyanok, akik már talán tehát több évtizede is lassan azért tart... tehát nincs három gyermekük, de közösséghez szerettek volna tartozni, és ezt az Egyesületet választották. Váci Antal Judit 2020-ban lett az Egyesület elnöke. Elmondása szerint gyakorlatilag a közösségben nőtt fel, hiszen szülei alapító tagok voltak. Többször próbált az Éva néni, hogy keresne egy olyan tagot, aki esetleg leváltaná az elnökségben, és szeretett volna újítani. Ugye több éven keresztül ez nem sikerült neki, én addig nem mertem ezt elvállalni, amíg nem láttam bele, hogy milyen egy elnöki poszt. Ezért mondtam neki, hogy egy éven keresztül ott fogok mellette ülni, hogy meg tudjam, hogy ez mekkora felelősség. Bár hatalmas felelőssége jár, de úgy éreztem, hogy kihívásnak számomra ez teljesen megfelelő. És nagyon-nagyon bizalmat adott, hogy ők, ők bíztak bennem, és rám gondoltak -e téren, és örömmel vállaltam el. Mindenképpen tervezünk idei évre. Reméljük, hogy a COVID-okozta járványhelyzet ezt nem fogja felülírni, de az egész évünket ez a 25 éves jubileum fogja beárnyékolni jó indulaton. Szeretnénk most mindenképpen a közgyűlés után végre egyet szülinapozni, utána a februárban szeretnénk megtartani a farsangi bálunkat. Majd márciusban tavaszi ruhabőrzést szervezünk, áprilisban pedig egy húsvéti játszót. És volt egy nagyobb pályázat, amire a tavalyi év folyamán pályáztunk. Ez a Betlen Gábor Zérti Alapítvány által kiadott Városi Civil Alap keretein belül, ugye a közösségek szervezésére irányuló, amit mi megnyertünk, és ebben a pályázatban mi pont a 25 éves programsorozatunkra pályáztunk. Így reméljük, hogy ez az év tényleg más lesz, mint idáig. Ebben benne van a májusi családi napunk, ami egy csoda lesz számunkra, talán benne lesz egy erdélyi kirándulás, ami egy öt napos kirándulás lesz, egy 83 fős busszal, emellett egy kenutúra augusztusban. És a további programjaink ugyanúgy szeptemberben is várható lesz. A őszi ruha bőrzével, aztán a Sobri Parkban lesz az országos találkozó, a nagyságos országos találkozó, oda is szeretnénk mindenképpen képviseltetni magunkat. Majd jön a téli programok, ahogy szoktak is, a Mikulásjátéttal, elsősök köszöntésével és újra a közgyűlés meghirdetésével. Az elnök azt mondja, néhány újdonságot is bevezetne az Egyesület életébe. Nem, mindenképp szeretném egy kicsit a mai technológiának megfelelően úgy érdekessé tenni a mai gyerekek számára is, akár a kirándulásokat, akár az élményeket, hogy ezt ők is élvezzék, hisz tudjuk már nem az a világ van, ami a mi időnkben volt. Nekem is most már három gyermekem van, így tudom, hogy igazán mit szeretnek, és mi az, ami felkelti a kíváncsiságokat, de ettől függetlenül tavaly a közgyűlésünket a vírushelyzet miatt zómon tartottuk meg, és az idősebbeket is teljesen jól be tudtam erre aktivizálni, mert nagyon nagy létszámmal jelentünk meg, és teljesen határozat képessé váltunk, úgyhogy úgy érzem, hogy nem csak a gyerekeknek jó ez a modernizálás, hanem az idősebb korosztály számára is.